Köszöntöm Önöket, február 26-a Géza és Vanda névnapja van. 214 éve megszületett Victor Hugo francia költőregény és drámaíró. 201 esztendeje Napóleon 1200 emberével elhagyta Elba szigetét, hogy újra meghódítsa Franciaországot. Most pedig következzenek a legfontosabb hírek egy-egy mondatban. A Magyar Nemzeti Tanács 15. ülése Szabadkán. A tartományi mezőgazdasági titkárság meghirdette az idei pályázatait. Szlovénia és Horvátország ezentúl naponta a legfeljebb 500 migránst enged be. 7 szabadkai iskola kapott támogatást a tartományi kormánytól. Ma tartott a 15. rendesülését a Magyar Nemzeti Tanács, az MNT 25 napirendi pontot vitatott meg. Megszavazták a tanács 2015-ös évi zárszámadását, pénzügyi és munkabeszámolóját, valamint a költségvetés módosítási javaslatát. Az ülés további részében szavaztak az MNT bizottságainak új tagjairól, valamint a Magyar Szó és 7 nap lapkiadók taggyűlési jogokat gyakorló testületének új összetételéről. A Magyar Nemzeti Tanács ülésén az első napirendi pontok, az MNT 2015-ös évi zárszámadása, pénzügyi és munkabeszámolója volt. Ezeket a pontokat egybevonva tárgyalta a testület. Tari István, a Magyar Nemzeti Tanács tagja, a VMDK képviselője azt kifogásolta, hogy a 2015-ös évben az MNT kevesebb pénzt kapott a szerbiai költségvetésből, mint korábban. Én kiszámoltam, 599.853 dinárról, tehát körülbelül 600.000 dinárról kap kevesebbet most a Magyar Nemzeti Tanács a köztársaságtól, a köztársasági költségvetéstől. Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke erre reagálva elmondta, hogy a pénzek leosztása törvényileg szabályozva van. Évek óta olyan formában alakul, hogy egyrészt a lakosság százalék arányát veszik figyelembe, másrészt valamennyi nemzeti tanács azonos összegben részesül 3,5 millió dinárban, és azután a kultúra, tájékoztatás, hivatalos nyelv és írás használat, valamint a, tehát ez a 4 alapterületnél a struktúra fejlettsége, az intézményrendszer, intézményhálózat szempontja alapján áll össze ez a szerkezeti rendszer. A 2015-ös zárszámadást és a munkabeszámolót is megszavazta a Magyar Nemzeti Tanács. A pénzügyi tervvel kapcsolatban is kérdéseik és kifogásaik voltak az MNT tagjainak. A népesedési akciótervre nincs elköltött összeg, civil stratégiára szintén semmi. Én most azt nézem, amit látok a táblázatokban, és ezt kérdésként tenném fel, ugyanis a választ én nem tudom rá, hiszen egyszerű tanácsosként nem látom. A tudományügyre az előlátott költségnek bár nem volt nagy összeg, közel 1,5 millió dinár, de 6% lett elköltve. A kérdésem az lenne, hogy miért 6%, tehát miért nem lett több elköltve. Ezt a napi rendi pontot is elfogadták. Az MNT végrehajtó bizottságának és hivatalának 2015-ös munkájáról szóló beszámolót is elfogadták több órás vita után. Az ellenzék kifogásolta a VB több döntését is. A Magyar Nemzeti Tanács végrehajtó bizottsága, tehát mint ahogyan említettem, egészen a kezdetektől, tehát december 2-től, 2014. december 2-től egészen 2015. december 31-e között időszakra írta meg és tárta önök elé beszámolóját. Ebben az időszakban a végrehajtó bizottság összesen 55 rendesülést tartott, amelyeken 349 döntést hozott. Az ülés további részében szavaztak az MNT szakbizottságainak új tagjairól, valamint a Magyar Szó és a 7 nap lapkiadó taggyűlési jogokat gyakorló testületének új összetételéről is. A Magyar Szó TJGT elnöke Újhelyi Lukács, míg a 7 napé Orosz Urbán Csilla lesz.
A fizetési osztályokról szóló törvény is napirenden van a szerbiai parlament ma délután kezdődött ülésén. A javaslat szerint a mintegy 500 ezer állami alkalmazott bérét egyforma mércék alapján állapítják meg, vagyis ugyanolyan munkáért mindenütt ugyanolyan fizetés jár. A közvállalatok alkalmazottjairól és a tisztségviselőkről külön törvény rendelkezik majd. A közigazgatási eljárásról szóló törvény vitája is megkezdődik. Ez előirányozza, hogy a kérvényezőnek nem kell átadni semmilyen kivonatot vagy bizonylatot, ezt a hivatal szerzi be. Az illetékes minisztérium szerint ezzel az állam formálisan is a polgárokat és a gazdaságot szolgálja. A tartományi mezőgazdasági titkárság meghirdette a 2016-os évi pályázatait. Összesen 858 millió dinár áll rendelkezésre az idei év folyamán. Azok is jogosultak támogatásra, akik kiadják a földjüket. 300 millió dinárral az öntöző berendezések, 270 millióval a jégvédelmi hálók, 60 millió dinárral pedig az üvegházak létrehozását támogatja a tartományi kormány. Emelte ki sajtótájékoztatóján Branislav Bogaroski illetékes titkár. Hozzátette, az idős földjeiket bérbeadó háztartások is részesülnek támogatásban. Erre a célra 110 millió dinárt biztosítottak. A visina poslicenih sredstava se kreće od 6 do 10 hiljada dinara po hektaru, u zavisnosti od toga da li se zemljište izdaje vlasniku susedne parcele i da li je taj vlasnik stariji ili mlađi od 40 godina. Znači što se izdaje mlađem poljoprivredniku, to je iznos podsticaja veći. Na taj način pokušavamo da zadržimo i mlade na selu, s druge strane da staračkim domaćinstvima pomognemo da ostvare veću cenu zakupa. Vízzel vezető és szennyvíz csatornák kiépítésére, valamint hűtőrendszerek, gyümölcs és zöldségfeldolgozási kapacitásokra is jár támogatás, ugyanúgy, mint méhészeti felszerelés beszerzésére is. Svi naši konkursi kao i ranije godina će funkcionisati na taj način da se prvo uradi investicija, a poljoprivrednici mogu konkurisati kod nas i sa gotovim računima i sa predračunom po izvršenoj kontroli, mi onda vraćamo do 50% sredstava. A pályázatok többségére szeptember 30-áig lehet jelentkezni. Szlovénia és Horvátország ezentúl naponta legfeljebb 500 migránst enged be, jelentette be Nebojša Stefanović szerb belügyminiszter, hozzátéve, hogy erről Zágráb és Ljubljana csütörtök este értesítette Belgrádot. Jelenleg Szerbiában körülbelül 2000 bevándorló tartózkodik, akik az új szabályok szerint tudnak majd csak tovább haladni. Leszögezte, hogy a migránsok nem szeretnének sem Macedóniában, sem Szerbiában, sem Horvátországban maradni, céljuk valamelyik nyugat-európai állam. A kérdés csak az, hogy azok az országok készek-e a befogadásukra, fűzte hozzá. A szerb biztonsági szervek legmagasabb szintű készültségéről szólva Nebojša Stefanović kijelentette, hogy a hadsereg bevetésére egyelőre nincs szükség, az intézkedéseket csak elővigyázatosságból hozták meg előző nap. A szerbiai közszolgálati televízió péntek déli beszámolója szerint a szerb-macedón határ melletti Preševo befogadó központjában jelenleg nincsenek migránsok. Ismét tiltakoztak a migránsok Siden, sokan közülük már napok óta várnak arra, hogy tovább utazhassanak az Európai Unió országaiba, ezért egyre türelmetlenebbek. A horvát hatóságok csütörtökön 250 migránst szállítottak el Sidről Horvátországba, ami mindössze a fele a hivatalosan is bejelentett napi kvótának. Köszönjük, Szerbia! Németország! Menni akarunk! Ezeket skandálták a déli órákban pénteken a Siden tartózkodó migránsok. A befogadóközpontban nagyobb tömeg verődött össze, és tiltakozva adtak hangot elégedetlenségüknek az elmúlt napok eseményeit követően. A várakozó és a visszafordított migránsok eltökéltek abban, hogy mi hamarabb folytassák útjukat a kiszemelt országok felé. We want going to Germany, you know. I can't come back my country. I don't want come back. Napok óta komoly szűrést végeznek a horvát hatóságok a Sidi vasútállomáson. A migránsoknak egyebek mellett három különböző regisztrációs papírral is rendelkezniük kell. A bevándorlók elmondása szerint van, hogy még a dokumentumokat sem nézik meg a horvátok, egyszerűen csak visszafordítják őket mindenféle magyarázat nélkül. We go to the station and we was standing a line. Policeman
not about the passport, not about the ID, not about the document, not about anything. Just you will come to him, he will, where are you from? I'm from, for example, Iraq. Okay, no, go to books. The another one who behind he, where are you from? Iraq. Okay, go to train. A visszafordított és visszatoloncolt bevándorlók száma lassan az ezret is meghaladhatja, és sorsuk jelenleg teljesen bizonytalan. Nem tudni, mikor és merre folytathatják útjukat, ahogyan azt sem lehet pontosan tudni, hogy a továbbutazásra jogosult migránsok mikor és milyen tempóban haladhatnak majd tovább. Megváltozhat a Nyugat-Európába tartó migránsok útvonala, így akár Ukrajna, Oroszország és Grúzia felől érkező bevándorlókra is számítani lehet, mondta a Magyar Honvédség vezérkari főnöke Debrecenben. Benkő Tibor vezérezredes a Debreceni Egyetemen tartott előadásában a legfrissebb felderítési adatokra hivatkozva azt mondta, több útvonalat lehet látni, ha a migránsok ezt, azaz a Fekete-tengeri keleti partvidékéről kiinduló útvonalat választják, akkor további előkészületekre van szükség. Nem kizárt, hogy a magyar-román határ mellett a magyar-ukrán, az ukrán-szlovák, sőt akár a lengyel határ is érintett lehet, fogalmazott a vezérkari főnök. A németek ultimátumot adtak Törökországnak, azt kérik, hogy a törökök 10 napon belül jelentősen csökkentsék az égei tengeren átvonuló migránsok számát, írja a francia sajtó. A cikk szerint, ha ennek nem tesznek eleget, véget ér a játék, vagyis az Európai Unió nem működhet tovább a jelenlegi formájában. Más európai médiumok és brüsszeli diplomaták is hasonló aggodalomnak adtak hangot. Szerintük, ha Törökország nem mérsékli a migráns áradatot, Európa határait le kell zárni, beleértve a görög-török szakaszt is. Ismeretlen személyek kövekkel dobálták meg Nagybecskerek bejáratánál a Pancsóba felől érkező dízelmotoros vonatot. A szerelvényen anyagi kár keletkezett, de személyi sérülés nem történt. A rendőrség nyomozást indított. Néhány nappal ezelőtt ismeretlen személyek a fülkéket firkálták össze. A nagybecskereki vasútállomásról február 12-e óta közlekedik két vasúti szerelvény, amelyek Oroszországból érkeztek a középbánáti körzetbe. Az egyik a Nagybecskerek és Belgrád között, a másik pedig a Nagybecskerek Nagy Kikinda közötti vonalon közlekedik. A jövő hétre várják a harmadik vasúti szerelvény érkezését. A helyiek 30 év után kaptak komfortos szerelvényeket. A szülők ezentúl kötelesek lesznek beoltani gyermeküket, komoly pénzbüntetésre számíthatnak azok, akik nem tesznek eleget a törvényben előírtaknak. A szabályozás előírja, hogy az orvosok kötelesek feljelenteni azokat, akik nem hajlandóak beadatni a kötelező védőoltásokat. Az oltások ingyenesek, nem ritka azonban, hogy valamelyik elfogy, és hónapokat kell várni a készletek pótlására. Tavaly például az 5 komponensű pentaxin vakcina volt hiányzik. Kislány oltási könyvecskéjét mutatja Király Noémi. A szabadkai anyuka minden védőoltást időben bead a gyermekének. Számára a pici egészség a legfontosabb, ezért döntött a vakcináció mellett. Az oltásokkal kapcsolatban főként a világhálón tájékozódik. A bevett gyakorlat az az, hogy el kell menni az oltásra, ott az orvos először megvizsgálja a kicsit, és utána megkapja az oltást. Elmondják természetesen azt, hogy milyen mellékhatások lehetnek. Ezek közül tulajdonképpen csak a láz és a nyűgösség az, amit ki szokott emelni az orvos. De ezen felül, hogy pontosan milyen ez az oltás, pontosan mit tartalmaz, pontosan milyen veszélyei lehetnek, ilyesmikről egyáltalán nem esett szó. Ahmed Badavi szabadkai gyermekgyógyász minden szülőt informál a beadandó injekciókról. Úgy véli, az orvosoknak kötelessége lenne a felvilágosítás. Sokan ugyanis nincsenek tisztában azzal, hogy egy egyszerű tűszúrás életet menthet. A vakcina egy vid prevencia, egy vid zaštita. Mi na taj način dajemo organizam oslabljene ovi virusi ili bakterije ili šta god od vakcine, da bi se stvorilo imunitet, da je organizam sam bori protiv taj uzročnik. I zbog toga mi dajemo to je možemo da kažemo i prirodni tok zaštita. A gyermekorvosok ezentúl kötelesek lesznek feljelenteni azokat a szülőket, akik nem akarják beoltatni gyermeküket. Akár 30-tól 150 ezer dinárig terjedő pénzbüntetésre is számíthatnak azok, akik semmibe veszik az új rendeletet.
Győri Ilona magyar kanizsai gyermekgyógyász úgy véli, meg kell győzni a szülőket arról, hogy a védőoltással megelőzhetőek a halálos kimenetelű betegségek. Ennek köszönhetően én soha nem láttam tetanuszt, én soha nem láttam torokgyíkot, én soha nem láttam gyermekbénulást. Azért azt gondolom, hogy ezek olyan betegségek, aminek nekünk gyógyszerünk nincs ellene, nem nekünk, sehol nincs. Nem tudom, miért nehéz megérteni, meg megértetni a szülővel, hogy a vakcina egy olyan szer, amelyik nem engedi, hogy kifejlődjön a betegség. A kicsiknek az előírt oltások többségét már az iskoláskor előtt meg kell kapniuk. Az új törvény új oltási naptárt is hoz, amiről az egészségházakban lehet tájékozódni. Becslések szerint egyébként évente 2000 szülő nem adatta be gyermekének a kötelező vakcinákat. Ideiglenesen szünetelnek a mammográfiai vizsgálatok Szabadkán a vizsgálatot végző gép meghibásodása miatt. Áll a szabadkai egészségház közleményében azok a páciensek, akik időponttal rendelkeznek, a 024 571 065-ös számon érdeklődhetnek a továbbiakról. 7 szabadkai iskola kapott támogatást a tartományi kormánytól, számítógépeket, térfigyelőkamerákat, nyomtatókat, televíziókat is vásároltak az intézmények. Idén is lehet pályázni, így más iskoláknak is lehetőségük van pénzt szerezni az eszközök korszerűsítésére. A Széchenyi István Általános Iskola összesen 330 ezer dinár támogatást kapott. A 3 kamerán, egy nyomtatón és a 2 laptopon kívül bútorokat is vásároltak. A 2 laptopon kívül kaptunk 30 asztalt, kis asztalt, tehát egy személyes kis asztalt székekkel együtt, amit így különféleképpen tudunk alkalmazni, tehát kerekasztal beszélgetésekre, és ezt most jelen pillanatban kis elsősöknél van felállítva a tanterembe. Az egészségügyi középiskola 2 tévével is gazdagodott, amiket úgynevezett információs táblákként használnak. A tanulók és a szülők értesítéseire szolgálnak arról, hogy mikor, hol és milyen órákat tartanak, valamint hogy mikor vannak helyettesítések. Emellett ünnepnapokon is használják a nagyteremben elhelyezett televíziót. A 2 tanteremben pedig elsősorban fizika órákra és anatómia óráinkra használják az úgynevezett okos táblákat, ahol természetesen valamilyen módon javítottuk az óráknak a minősége és a színvonalán ilyen módon bírtuk javítani. A diákok is elégedettek a modern berendezésekkel. Elő tudják adni vizuálisan is a tanárok, amit szeretnének előadni, vagy amit tanítanak, és így megkönnyítik a mi tanulásunkat is egyaránt. A tartományi kormány támogatásában még 5 intézmény részesült, a Hajdújárási Petőfi Sándor Általános Iskola, a Palicsi Miroszláv Antich Általános Iskola, a Szabadkai Majsai Úti Általános Iskola, a Szvetozár Márkovics Gimnázium és az Iván Szárics Műszaki Középiskola. Összesen 11,5 millió dinár érkezett ezek a pályázatok alapján Szabadkára, a szabadkai iskolákba, és a tanév kezdetére, vagy a tanév első felére ezek az eszközök, taneszközök, felszerelések meg is érkeztek, és már használják őket az iskolák, a diákjaink. Nagyon fontos az, hogy az új módszerek mellett, szakszerű módszerek tanítás mellett megfelelő taneszközök is legyenek ehhez. Az idei pályázatok kiírására március első hetében kerül sor. Nemzeti érdeknek nevezte a Kárpát-medencei fiatal vállalkozói réteg megerősítését Potápi Árpád János, a magyar miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára Bukarestben. Áprilisban írják ki a külhoni magyar fiatal vállalkozók éve keretében meghirdetett 525 millió forint értékű pályázatot. Ezen 40 évnél fiatalabb vállalkozók 3-6 millió forint vissza nem térítendő hitelre pályázhatnak, jegyezte meg. Elmondta, mintegy 100-120 vállalkozó kap a támogatást, akik várhatóan már a nyáron hozzájutnak a pénzhez. Hangsúlyozta, azokat is támogatják, akik még nem indítottak vállalkozást, de van ötletük és üzleti tervük.
Mintegy 400-an keresték fel eddig a délbácskai körzetben a Prosperitáti Alapítvány munkatársait azok, akik élni szeretnének a terület és gazdaságfejlesztési támogatással. Újvidéken kihelyezett fogadó órákat tartanak a fórumház épületében. Az érdeklődőket minden kedden és pénteken 9 és 12 óra között várják. Ma is sokan keresték fel az alapítvány munkatársait. A legnagyobb érdeklődés a mezőgazdasági gépek irányában van, továbbá a kisvállalkozók részéről pedig az eszközbeszerzésre. Azzal, hogy az első kérdés mindenkinél ugye az, hogy tud-e pályázni. Mi elsősorban abban nyújtunk segítséget, hogy a formai követelményeknek eleget tegyenek, majd márciustól ugye nálunk adhassák át a Temerén irodában a pályázatokat, ahol mi ellenőrizni fogunk minden pályázatot, mielőtt átvennénk. Nézzük, mi lesz még a híradóban. Könyvgázzal zavarta meg az ellenzék a koszovói parlament pénteki ülését. Kisorsolták a labdarúgó Európa Liga 8-at döntőinek párosításait. Hashim Thaçi lett az új koszovói államfő. A parlament ma este választotta meg, két jelölt volt: Hashim Thaçi, a koszovói demokrata párt elnöke, és Rafet Rama, ugyanennek a pártnak a tagja. A koszovói parlament ülését egyébként ismét könnygázzal zavarta meg az ellenzék. Közben a parlament épülete előtt az ellenzék hívei Hashim Thaçi posztra kerülése ellen tüntettek. A koszovói ellenzék már fél éve igyekszik megakadályozni, hogy a szerb községek közössége megalakulhasson, mivel szerintük azok túl nagy jogkörrel rendelkeznének. Az amerikai védelmi minisztérium szerint a két szerb állampolgár nem a múlt heti légicsapásban halt meg, hanem már korábban megölték őket. A Pentagon arra gyanakszik, hogy nem az iszlám állam terrorszervezet rabolt el a két szerb állampolgárt Líbiában, hanem egy bűnöző csoport, amely válságdíjat követelt. A Washington Post értesülése szerint a líbiai titkos szolgálatnak a bombázás színhelyére érkező tagjai nem szóltak arról, hogy a nyugatiakat is találtak volna az áldozatok között. Lehetségesnek tartják, hogy már korábban végeztek a két szerbel. Alexander Vučić szerb kormányfő kijelentette, azt várja a Pentagontól, mutasson fel bizonyítékot arról, hogy nem az amerikai légicsapásban veszette életét a Tripoli nagykövetség két alkalmazottja. Szerint a boncolás egyértelműen azt bizonyítja, hogy robbanás következtében haltak meg. Megölték azt a terrorvezért, akinek csoportja Líbiában elrabolta a nemrég meggyilkolt két szerbiai diplomatát, nyilatkozta Ivica Dačić. A tárcavezető elmondta, Aldabasi az iszlám állam elleni harc során veszítette életét, a szélsőséges milícia vezetője Sabrata városában bujkált. Folyamatosan bővíti kapacitásait a szabadkai Dunker Motoren Kft. A német cég 2011. februárja óta van jelen a szabadkai Vámszabadövezetben. A foglalkoztatottak száma a kezdetekben 22 volt, és ez a szám mára már több mint 130-ra nőtt. A Dunker Motoren Kft. Több mint 65 éve a világ vezető mikromotorgyártó cégeinek egyike. Európában, az Egyesült Államokban és Kínában folytatja tevékenységét. Több mint 1000 alkalmazottal évente több mint 3 millió motort gyártanak. Ebből Szerbiában megközelítőleg 140 alkalmazottja van. A cég 2011 óta van jelen Szerbiában, és nagy ütemben fejlődik. Begonnen hat alles hier im Nachbargebäude von Piva vor wirklich genau 5 Jahren. Im Februar 2011. Dabei waren wir 22 Mitarbeiter. Unserer Kontinuität und Stetigkeit folgend haben wir dann mit der Stadt Subotica und der Freihandelszone dieses Gebäude hier vorne gebaut und sind im September 2012 mit 62 Mitarbeitern hierher gezogen. Unser nachhaltiger und stetiger Prozess hat uns über die kurze Zeit zu einer voll ausgelasteten Fabrik mit zunehmenden Produkten und Fertigungslinien und einem super Team von heute bereits 137 Kolleginnen und Kolleginnen gebracht. Az eddigi eredményeknek köszönve folytatódik a cég kapacitásának bővítése. Pre samo 6 meseci mi smo stajali
na takozvanom Greenfieldu na Poljani, a sada mogu da vas ugostim u dom najviših tehnologija. A német cég a szerbiai részleget a legnagyobb ütemben fejlődőnek tartja. Mogu da kažem da smo u prethodnom periodu imali izuzetnu saradnju i ubeđen sam da ćemo tako i nastaviti. A ono što je za mene izuzetno bitno, da ono što smo se dogovorili početkom godine, a to je da će grad pomoći i realizaciju ove investicije i da će grad biti partner u proširenju daljih investicija na teritoriji grada Subotice ispoštovali. A Dunker Motoren Kft. Szabadkai leányvállalatának vezetősége reméli, hogy a cég további beruházásai is Szabadkán lesznek. A Dunker Motor kapacitásainak kibővítése által a munkaerő iránti kereslet is megnövekszik, amely országunk foglalkoztatottságának arányát növeli. A szabadkai képviselőtestület csütörtöki ülésén az összes közvállalat éves terve közül csak a Palicsludas közvállalatét nem fogadták el. Erre a döntésre Husvár József, a Magyar Mozgalom frakció vezetője nyílt levélben reagált, mivel csak az MM9 tagja szavazott a közvállalat éves tervének elfogadása mellett. A levélben kiemeli, hogy a döntés egyáltalán nem a program ellen irányult, hanem politikai döntés volt. Véleménye szerint a hatalmi koalíció és ezáltal a VMS sem gondolt bele abba, hogy milyen következményei lesznek ennek a döntésnek. Mivel a tervet elutasították, veszélybe került a palicsi és ludasító állapotjavítására irányuló szerződés megvalósítása, amelyet a cég kötött a német KFV pénzalappal. Ennek a szerződésnek az értéke 6,5 millió euró. A terv hiányában március közepén nem kerülhet sor a német szakemberek vezette szelektív lehalászásra, és nem lehet elindítani a ludasító partjának részletes rendezési tervének elkészítését sem, írják a Magyar Mozgalom közleményében. A Magyarkanizsai község idei elsőszülött babáit látogatta meg ma délelőtt. Magyarkanizsa polgármestere Bimbó Mihály munkatársai kíséretében elsőként a január 5-én született Kispiaci Tornai Zsófiát köszöntötte, aki a zöldségtermesztésből élő Tornai Rózsa és Roland második gyermeke. Kisfiúk Bálint 2,5 éves. Az év első napján két fiúgyermek is világra jött a községben, elsőként a magyarkanizsai Pintér Attila. Szélpár Editnek és Pintér Attilának ő az első közös gyermeke, az anyukának már van két középiskolás lánya. Cukrás család lévén Pintérék sütemények és torták készítéséből, valamint személyszállításból élnek. A látogatás során a polgármester átadta a családoknak az önkormányzat 50 ezer dináros készpénz ajándékát, és tájékoztatta a fiatalokat a község család támogatási programjairól is. Községi szavalóversenyt tartottak pénteken a Szabadkai Városi Könyvtár olvasótermében. A megméretetésen három kategóriában vehettek részt a szavalók, de művelődési egyesületek és művelődési központok versmondói is jelentkezhettek. A háromtagú zsűri összesen 94 szavalót értékelhetett. Vidám gyerekzsivaj töltötte be a Szabadkai Városi Könyvtár olvasótermét. A szavalók között akadt olyan is, aki már régóta szaval, és nincs lámpaláza a nagy közönség előtt. Már elég régóta ovi iskoromba is már verseltem. Mit fogsz szavalni most a versenyen? Hát az a címe, hogy állom egy mesebeli játszótérről. Izgulsz nagyon a fellépés előtt? Nem nagyon. Kivel készültél a versre? Emma tanárnővel. Az ifjú szavalókat szüleik és nagyszüleik kísérték el, akik szintén segítettek a felkészülésben és bíznak benne, hogy a kitartó munka meghozza gyümölcsét. Évek óta jár a szavalóverseny az Emma tanárnőhöz, és föl van készülve. Mert a verset már elmondta többször is. A felkészítő pedagógusok nagy hangsúlyt fektettek a felkészülésre. A diákok három kategóriában versenyeztek. Az első kategóriát az alsósok, a másodikat a felsősök, a harmadikat pedig a középiskolások és a felnőttek alkották. A rendelkezésükre álló idő 3-4 perc volt. A szavalatokat háromtagú zsűri értékelte.
A zsűri tagjai idén a zsűri elnöke Márko Makivics a Szabadkai Népszínházból, Pessics Mónika szintén a Szabadkai Népszínház színésznője, és Cselikovics Katarina professzor. A picinyek szívesen járnak versenyekre, és nem okoz gondot számukra a verstanulás. Tökéletes vers tudásukat szívesen be is mutatták a megmérettetés előtt. A szó ékszer, békés, kékes, anyanyelvem édes, ékes, édes, ékes, békességes, anyám szava ékességes. A körzeti szavaló versenyre március 7-én kerül sor ugyancsak a Szabadkai Városi Könyvtárban. Gianni Infantino a FIFA új elnöke. A svájci sportvezető 2019-ig lesz hivatalban a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség élén. Az időközben eltiltott elnök Michel Platini árnyékában 2009-től főtitkárként vezette az Európai Szövetséget. Ügyvéd, 4 gyermek édesapja, több éves tapasztalattal rendelkezik a klublicenszek területén, és nagyon megbízhatónak tartják. Az európai és a dél-amerikai szövetségek őt tartják a tökéletes jelöltnek, a reform csomag megvalósítójának. Pénteken a svájci Nyonban kisorsolták a labdarúgó Európa Liga 8-at döntőinek párosításait. A Liverpool és a Manchester United angol örökrangadót vív majd, a Dortmund a Tottenhammel került össze. De lesz spanyol-baszk házi rangadó és német-spanyol csata is a legjobb 16 között. A 8-at döntő párosítása Shakhtar Donetsk, Anderlecht, FC Basel, Sevilla, Villarreal, Bayer Leverkusen, Athletic Bilbao, Valencia, Liverpool, Manchester United, Sparta Praha, Lazio, Borussia Dortmund, Tottenham, Fenerbahce, Braga. Eddig tartott a híradó, a legfontosabb hírek jönnek még egyszer röviden. A Magyar Nemzeti Tanács 15. ülése Szabadkán. A tartományi mezőgazdasági titkárság meghirdette az idei pályázatait. Szlovénia és Horvátország ezentúl naponta a legfeljebb 500 migránst enged be. 7 szabadkai iskola kapott támogatást a tartományi kormánytól. Köszönjük figyelmüket, híreinket, bejátszásainkat megtalálják a pannonrtv.com oldalon. Maradjanak velünk a viszontlátásra!